Gyermeket vár a paralimpiai aranyérmes világ és Európa bajnok úszó Illés Fanni. Tokióban ő nyerte hazánk 150. paralimpiai érmét, és tervei szerint a párizsi játékokon is szeretne részt venni, sőt, a szülést követően már a jövő évi világbajnokság is a tervek között szerepel. Illés Fanni-t köszöntöm a stúdióban, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hát én nem tudom, hogy mennyire volt ez így Tervezve, vagy mennyire ö, számoltatok ezzel, hogy így okosan pont a két olimpia között jöjjön ez a, ez a pici baba? Szóval ez hogy alakult? Hogy hogy terveztétek? Terveztétek -e egyet. Igen, szokták mondani, hogy ö, mi tervezünk, és akkor Isten végez, de egyébként így terveztük. Egyébként nem számítottunk rá, hogy ilyen hamar összejön, tehát, hogy így elsőre, szóval a kisbabánknak a reakció az már most sokkal jobb, mint az enyém, valaha is lesz szerintem, hogy első kérésre jött. És egyébként azt is el kell mondanom, hogy lesz idén egy világbajnokság, június közepén, és ő pont júliusban fog születni, szóval ennyire ki lett számítva, hogy most még el tudjon menni a csapattársaimmal a világbajnokságra, és a dolgát le tudja, és utána csak ránk tudjon koncentrálni. Mennyit edzel? Most egy picit beteg vagy, mondtad, hogy beszélgettünk előtte, mi leültünk volna ide, hogy, hogy egy picit megfáztál, de az ettől függetlenül te edzel még. Meddig, hogy és mennyire könnyű ez így ilyenkor? Nehéz egyébként, mert én se gondoltam volna, hogy, hogy, hogy ez, ez ilyen testi változásokkal jár, pont mondtam is tegnap Álmosnak, hogy ha valaki ezentúl azt mondja nekem, hogy telihassam, milyen nehéz úszni, azt fogom mondani, hogy hát próbált ki egy kis babával a hasadba, mert, mert ugye egyre jobban érzem már a súlyát magamon is és az izületeimmel azért vigyáznom kell volt két válműtétem, nem szeretnék egy harmadikat illetve hát most már csak így napi egyet edzem, tehát hogy napi egyet úszom, ugye a kettő helyett is, és, és van egy órás kondi edzés, ahol a, ami, ami, amúgy a legjobban esik mint közül mert, mert ott nem is érzem azt, ugye, hogy lehúzna a víz aljára, mint a medencébe, viszont az, az, mindig is jól esett a kondi edzés, nyilván óvatosan észszel csináljuk a dolgokat. Én azt gondoltam végig, hogy amikor ugye nekem is van két kislányom, Igen. hogy amikor az embernek majd nagyon közeledik, akkor olyan ez a fészek rakási ösztön, hogy Igen. szépen a lakást berendezni, megcsinálni a gyerek szobáját. Szóval te hogy állsz most ebben? Mert azért az egy is úgy látszik, hogy megy, de gondolom azért erre is fordítasz időt. Nem tudom, nád beindult-e már ez, hogy úristen minden kész legyen is. Nálam legyen. egy hónapja beindult, de olyan brutálisan, hogy ugye én nem tudtam, hogy ez az. Hallottam róla, és akkor így néztem videókat más anyukákról, és ott, ott, láttam, hogy ők is ugyanezen a takarításmánián, hogy minden rendben legyen, hogy fültisztítóval kipucolják a kisebb sarkokat is, amit amúgy elég lenne csak áttörölni, úgyhogy igen, rám is hat, és most már azért ruhákat is szerzünk be neki, a szoba is hamarosan kialakításra kerül, Úgyhogy igen, igen, és minden gondolatom el körül forog. Tehát úgy, mint Tokió előtt, hogy minden Tokióról szólt, most pedig arról szól, hogy, hogy várom már a szülést és a kisbabánkat. Azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon nehéz, főleg ha sportoló, vagy akár ha a való világban, ugye a munkahelyére kell csak visszamenni, hogy ezt hogyan egyeztesse össze. Azért neked itt lesz a sport, és ahogy mondtad, tényleg nagyon gyorsan szeretném majd visszatérni. Mindenkinek nehéz. Neked mennyire, mennyivel nehezíti meg a helyzetedet jobban az, hogy neked ugye fogyatékkal kell élned, még akkor is, hogyha nagyon szerető és támogató család vesz körül? Szerintem nekem se azzal van itt a probléma, hogy én ezzel a fogyatékossággal élek, inkább azzal, hogy, hogy az úszás azért egy olyan sportág, amit tényleg reggel is végig kell csinálnod négy, négy és fél órát, illetve délután kettő, kettő és fél órát, ami azért elég sokat elvesz egy napból, és hogyha né nézem, ez a, ezt, ezt, a 6-7 órát, ezt külön fogom tölteni. Nyilván az elején nem fogok napi kétszer lejárni edzésre, de tényleg hamar szeretnék visszatérni, hiszen nekem erről szó az éltem, és én úgy gondolom, hogy ha egy kisbaba egy családba érkezik, akkor ő jön bele egy rendszerbe. Nyilván sok mindenbe fogok változni, viszont neki is meg kell szoknia, hogy most, most Párizsig ez lesz, utazunk edzőtáborba, versenyekre, és, és azt gondolom, hogy ahol a szülei vannak neki, ott lesz az, az a teljes és rendszerető közeg, amiben majd jól fogja érezni magát, az, hogy egyedül abban találom a nehézséget, hogy, hogy babakocsit nyilván nem én fogom tolni, bár már láttam, hogy vannak ilyenek, amik így gurulnak maguktól, azt, azt édesanyámnak és, és álmosnak fogjuk venni, illetve hát aki majd tologatja benne, én szeretném magamon hordozni, remélem, hogy lehet is majd. És mert számítunk anyukám segítségére, ő felköltözik valószínűleg Budapestre, egy másik lakásba és amíg mi edzünk, addig, addig, ő vigyáz rá, illetve szeretnénk, ha edzőtáborba is elkísérnem mindannyiunkat. Szóval azért gondolom, hogy ez sokkal nagyobb szervezést igényel, Igen. és nem csak az állapotod miatt, én ugye, hanem azért miatt. is, mert, mert, az, ál, ugye, most ugyanezt csinálja, mint te Igen. együtt edzett, tehát nincs az, hogy akkor apuka vigyáz egyszer, most, most én vigyázok Igen. rá, tehát hogy azért valahogy ezt így meg kell szervezni nem gond, vagy nem túl sok kérés ez egy szülőtől? Vagy akár a testvérettől, akár azt is említetted, hogy néha majd őt is megkéritek erre. Mi beszélgettünk erről anyukámmal, de mondta, hogy, hogy neki szívesen segít, szeretné, hogyha én kiegyensúlyozott lennék és boldog lennék, és látja, hogy, hogy ez a Párizs nincs messze. Szóval ez, ezt a két évet nézhetjük úgy is, hogy mindjárt itt van, megnézhetjük úgy is, hogy hát azért rengeteg meló lesz vele, szerintem hamar megoldjuk ezeket az akadályokat. Az én anyukám nagyon jó fej és rendes asszony. <laughs> Pont arra gondoltam, hogy szerintem te pontosan tudod, hogy milyen nehéz volt felkészülni Tokióra, tehát hogy azért, és akkor persze ott volt a Covid is, de most Igen. azt akár vegyük le, és akkor nézzünk egy normális, minden problémától mentes felkészülést, szóval az, az rengeteg energia. Tehát hogy ez vajon belefér-e együtt a, a kisbabával is, és akkor azt mondom, hogy igen, de hogy nem számoltál sok mindenre, akár erre a fészekre, akkor ösztörre Van-e b Mi van akkor, ha mégsem úgy szeretnéd, ahogy eltervezed? Olyan nincs. Nem, egyébként vannak B-tervek a fejemben, nyilván szövetségekkel egyeztetve, szeretnék elindulni a világbajnokságon. Nem mondom azt, hogy az én fejemben van egy eredmény, amit szeretnék elérni, nyilván dobogós helyen szeretnék visszatérni. Viszont ha ez nem jön össze, és csak mint versenyző ki tudok jutni, és, és döntött tudok úszni, azt is meg kell tanulnom értékelni. A leges, legfőbb cél nyilván Párizs. Egy picit térjünk erre a fogyatékos létre, mert azt gondolom, hogy amikor te megszülettél, és amikor te kicsi voltál, akkor még nem volt ez ennyire elfogadott, elismert, támogatott, mint mondjuk most. És lehet, hogy mi azt látjuk kívülről, hogy most már sokkal elfogadóbbak az emberek, de nagyon kíváncsi enik, hogy te mit ér, tapasztalsz, hogy valóban így van-e. És mit szólnak hozzá, amikor egy fogyatékkal élő az úgy dönt, hogy egy kisbabát szeretne, és szerintem teljesen normális, de hogy vajon ezt hogyan fogadják az emberek? Én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb a helyzet, már csak abból a szempontból is, ha nézem, hogy én 2013-ban költöztem fel Budapestre, és akkor hol tartott a parasport, és ez a fogyatékossággal élő mozgalom, és most hol tart. Tehát, hogy tényleg Tokió után mi parasportolók olyan elismerésben részesültünk, amire szerintem egyáltalán nem számítottunk, és hát óriási felelőssége van ebben a médiának, hiszen az újságírók közlik a, a, az eredményeinket, és, és én, én szoktam tudatosítani és mondani, hogy, hogy minél többet kell, hogy, hogy, hogy az emberek Tudatáig eljusson, hogy ez, ez ugyanolyan sport, tehát hogy itt nincsenek különbségek, hogy nekem elég csak heti egyszer lejárnom edzeni, szó sincs ilyenről. És én a helyzetet mindig úgy nézem, hogy félig tele van a pohár, persze arra törekszünk, hogy tele legyen teljesen. De, de, nem szabad abban élni, hogy, 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 most itt az embereket hibáztatjuk, hiszen nem ismerik ezt a helyzetet. Még mindig nagyon sokan vannak, akik, akik nem tudják, mi az a parasport, és, és őket is be kell avatni ebbe a világba, hogy lássák, hogy, hogy, ez, ez nem csak egy fogyatékos sport, hanem sokkal többről szól. Szóval én én bizakodó vagyok, és, és ha a tendenciát követjük, akkor mire abba hagyom, addigra nagyon jó lesz mindenkinek. De ebben azért nagy szereped lesz neked is, hiszen ha jól tudom, akkor te pont erre is feltetted az életedet, hogy, hogy akár azoknak a gyerekeknek, akik fogyatékkal élnek, akár az őszüleiknek segíteni. Igen-igen, én szeretném, ha befejeztem a sportpályafutásomat, akkor olyan családoknak segíteni, ahol a fogyatékossággal élő gyermek él, és őket a sport által beintegrálni a társadalomba, hiszen ha a saját példámon tehát a saját életemmel szoktam példálozni, akkor, akkor ha nekem nincs az úszás, akkor valószínűleg most elvégeztem volna már egy egyetemet, de, de nem tudom, hogy szerintem kicsit elveszett lennék lehet a világba, viszont a sport az annyit adott, hogy eleve megszerettem önmagamat, megtanultam értékelni az életemet, és, és a hátrányomat százszerzalékosan az előnyömre fordítani, és azt gondolom, hogy minden ember, minden kisgyerek szeret nyerni, úgyhogy nekik is ezt meg kell tapasztalni, meg hogy mennyi minden pozitívval jár ez a, ez a sport dolog. Ez az elismerés, szerinted mennyiben függött össze ezzel a Covid helyzettel, mint ha valahogy ott lettünk volna érzékenyebbek mindenre? Lehet egyébként, ezen így nem gondolkodtam el, viszont azt tudom, hogy a Covid alatt sokkal összetartóbbak lettünk, és mindannyian ugyanabban a szituációban voltunk. Most mi sportolóként fogták, és hat hétig azt mondták, hogy hogy nem mehetünk úszni, és, és rájöttünk arra, hogy semmit nem ér a munkánk, tehát, hogy mi nem vagyunk pékek, mi nem vagyunk hentesek, tehát, hogy most mihez kezdünk az életünkkel, és akkor így rádöbbentünk, hogy hogy vannak sokkal értékesebb munkák is, mint, 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 mint az, hogy mi sportolunk. És szerintem az, hogy egymást erősítettük, és hogy túl leszünk ezen együtt, ez, ez közelebb hozta amúgy az egész társadalmat. Sokat beszéltünk arról, hogy a fogyatékkal élőknek milyen a helyzete. Na de akkor kicsit specializáljuk, így, hogy kisbabát vársz. Miket tapasztaltál? Én nagyon féltem attól, egyébként ez volt az oka annak, hogy, hogy így a hat hatodik hónapban jelentettük ezt be, mert kicsit tartottam attól, hogy mennyi előítéletet kapok, és gondoltam, ez az időszak elég lesz arra, hogy felkészüljek, de, de szerencsére ilyen, tehát hogy 0,01 százalékot kaptam, ami, ami tényleg olyan volt, hogy elég otrombán tudtak hozzám szólni, viszont, tehát, hogy így állnéven, áll én ezeknek a véleményekre, ezeknek az embereknek a véleményére nem igazán szoktam adni. Én tudom, hogy, hogy, a kisbabánknak nem attól lesz nehézkes az életének a megoldása, mert én nekem nincsenek lábaim, hanem azért, mert sportolok, és az édesapja az edzőm. Ugye, ahogy ez beszélgetés elején említettem, de hát az előítélet az még mindig sajnos nagyon jelen van a világunkban, és jó lenne ezeket már elfelejteni, meg elhagyni, tehát hogy nekem egy idegen ember ne okoskodjon az életembe, hiszen én sem okoskodok senki más életébe. Hát én nagyon sok sikert kívánok és egészséget nektek, és azt is, hogy tud majd folytatni tényleg úgy, ahogy szeretnéd és ahogy eltervezed, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.